Polnár János, a Jobbik frakció vezetője, a következő vendég a műsorban. Jó estét! Jó estét kívánok! Megtárgyalták ma a parlamentben, és önök megszavazták azt a fideszes előterjesztést, amely egy az Európai Parlament soros terve ellen tiltakozó dokumentum. De miért szavazták meg? Látható, hogy a kormány egy meglehetősen hazug és erős túlzásokban bővelkedő politikai kampány folytat ebben a kérdésben, de ugyanakkor az kétségtelen, hogy a migrációt meg kell állítani, és a Jobbik a migráció megállítását mindig is az zászlajára tűzte. Gondoljon bele, hogy például a határvédő kerítés megépítése Jobbikos ötlet volt, több mint egy évvel később valósította ezt meg a Fidesz, ugyanígy a mi ötletünk volt a határőrség felállítása, most nincs határőrség ugyan, de határvadász egységek vannak, amelyek a határon teljesítenek szolgálatot, és még nagyon sok hasonlót tudnék elmondani. Egy tény, hogy az ország népe, bármilyen származású, bármilyen vallású emberekről van szó, számíthat arra, hogy megvédi a Jobbik az illegális migrációtól őket. Érdekes, ebből belekevert a származás meg a vallás, de ön tudja. Azért érdekes kérdés ám az, hogy miért szavazták meg, mert közben a különállásukat akarják folyamatosan hangsúlyozni a Fidesztől és annak politikájától. És hát itt volt Vadai Ágnes a híradó előtt, rögtön nem átallotta megjegyezni, hogy na ugye, megint összeért a két párt. Nem, óriási különbség van köztünk, azonban azt is látni kell, hogy a Jobbik mindig a nemzeti érdek alapján cselekszik. Ebben az esetben, ha azt látjuk, hogy a nemzeti érdeke az, hogy a migrációra nemet mondjunk, akár ilyen módon is, akkor előrelépünk ebben, és félretesszük az egyébként meglévő politikai ellentéteket erre az egy kérdésre, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ebben az ügyben mi is azt mondjuk, hogy meg kell állítani a migrációt. Hogy miért hozom szóba a vallás kérdését? Egyszerűen azért, mert a tüzet a vízzel összebékíteni nem lehet, hogyha most megnézi, hogy mi történik nap mint nap Nyugat-Európa különböző városaiban, látható az, hogy ez a bevándorlási hullám, ez egyszerűen nem fenntartható, nem vezet békéhez, nem vezet társadalmi felemelkedéshez. Nekünk felelősen kell cselekednünk, és meg kell állítanunk ezeket a migránsokat még a határon, de lehetőség szerint meg kell akadályoznunk azt, hogy azokból az országokból tömegesen, szervezett módon vándoroljanak el, ahonnan elindulnak. Adott esetben, ugye Vona Gábor odáig jutott a parlamentben, hogy diktatúra építésével vádolt Orbán Viktort, hát ha ezt én tovább gondolom, akkor a diktatúra élén a diktátor áll. A diktátor áll, azonban azt is látni kell, hogy azokban a közel-keleti országokban, ahol összeomlott az állam, megszűnt az állam működése, ott talán még egy régi diktátor is jobb, mint a jelenlegi polgárháború, ahol százezrek esnek el adott esetben. Én arra gondoltam, hogy Vona Gábor Orbán Viktorról beszélt, mint diktátorról. Vona Gábor Orbán Viktorról beszél, mint diktátorról, és látható az, hogy Orbán Viktor Putyint másolja, persze személyes kvalitásaiban jelentősen alul marad az orosz elnökhöz képest, azonban egy tény, hogyha most megnézi, hogy milyen módon építette ki Putyin a maga államát, akkor azt lehet látni, hogy az ő oligarchái, az ő barátai vásárolják föl a teljes orosz gazdaságot, ők tartják kézben, az ellenzékieket elképesztő módon vegzálják, ahogy egyébként Szentesi Zöldi László az egyik fideszes újságíró fogalmazott, ott bebörtönzik az ellenzékieket, mert ott ez járja. Megpróbálják egyébként ezt a modellt nekünk is elfogadhatóvá tenni. A fideszes sajtóban az orosz modellt rendszeresen dicsőítik, és amikor ilyeneket olvas az ember, akkor látható az, hogy nem a véletlen műve, hanem egy politikai folyamat eredménye az, hogy jelenleg a Fidesz a Jobbik teljes megsemmisítésére egy elvileg független állami intézményt használ föl, jelenleg a Jobbik élethalál harcot vív azért, hogy egyrészt túléljük, de ennél sokkal fontosabb az, hogy megnyerjük a 18-as választást. Érdekes emberek és szervezetek állnak ki önök mellett. Schiffer Andrástól tudjuk például, ő hívta fel rá a figyelmet, amire az ÁSZ hivatkozik, az egy olyan törvény, amely nem lépett érvénybe azon passzusában, amit az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett, tehát voltak éppen a hivatkozási alapja sem stimmel az ÁSZ-nak az önök megbüntetése kapcsán. Igen. Miközben persze az alapkérdés változatlanul az, hogy követtek-e el hibát, volt-e bármi, ami a tiltott pártfinanszírozás vagy pártámogatás kategóriájába esik, mondjuk a plakátkampány kapcsán? Rónai úr, nagyon egyszerűen cáfolni tudom. Nézze meg azt az úgynevezett előhatározatot, amit jelenleg megkaptunk a Fidesztől, ez még csak kísérletet sem tesz arra, hogy bebizonyítsa, hogy az állítólagos 331 millió forintos tiltott támogatás milyen módon állt össze, egyszerűen a végére van írva a végösszeg, 331 millió forint, tegyük nincs meg az észrevételt. Nincs nevezetve. Na most gondoljon bele abba, hogy plakát típusonként
nem is tesz kísérletet arra az ÁSZ, hogy azt mondja, hogy hát ennek szerintük egy a piaci ára, ehhez képest a Jobbik olcsóbban kapta, még csak erről sincs szó, szó szerint az 50-es évek koncepciós pereit idéző módon gyakorlatilag már elkészült az ítélet is, megkapjuk a végösszeget, még csak azzal sem fáradnak, hogy megmagyarázzák, hogy állt elő ez a szám, elképesztő az hogy egész eljárás. Hogy állnak a gyűjtéssel? Hogy az első nap után 9 millióról számoltak, vagy csütörtök ki az ÁSZ-ügy, pénteken indult a döntés, a gyűjtés, péntek estére ennyi gyűlt össze, most hol tartanak? Van erről egy fix száma? 21 néhány millió forintnál tartunk. Akkor arányosan munkanaponként olyan 8-9 millió? Rendkívül jó ütemben haladunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ami engem meglepett, nagyon sok levelet kapunk, több ezer különböző gyakorlatilag részvétnyilvánító üzenetet, az együttérzés kifejezését, egészen megható dolgokat, amiket tényleg az embernek nehéz felidéznie. Olyan emberek, akik szó szerint nagy szükségben élnek, elmondják, hogy 5000 forintot tudott adni, ennyi volt a spórolt pénze, de ezt most odaadja, hogy az unokái egy szebb és jobb országban élhessenek. Simicskolós mennyit ad? Simicska Lajosról nem tudok természetesen. Nem ugye valószínűleg ő tudna adni többet 5000-nél, bár lehet, hogy akkor meg kéne őt nevezni megint csak a finanszírozási törvény kapcsán. Nekünk föl sem merült az, hogy Simicska Lajostól pénzt kérjünk, de és soha nem is lesz. Ez mindig elmondja, hogy mennyire szolidáris önökkel, mennyire szurkol a Jobbiknak, és hogy azt reméli, hogy a Jobbik megnyeri a választásokat. Akkor miért nem? Ez az ő dolga, hogy kinek szurkol, kinek nem. Én azt látom, hogy egészen széles tömegek mozdultak meg, és ami szerintem különösen megható ebben a dologban az, hogy tényleg nem egyszer olyan emberek, akik nagy szükségben élnek, szegénységben élnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ügy olyan szinten összekovácsolta az ellenzéki szavazókat Magyarországon, hogy ideológiától, pártállástól teljesen függetlenül elképesztő embertömeg áramlik a Jobbik felé annak érdekében, hogy meg tudjuk a magyar demokráciát védeni. És hadd mondjak önnek valamit. Az én pártom is egy olyan tanulási folyamaton ment keresztül, és erről őszintén szeretnék beszélni, ami megtanított minket arra, hogy mi a demokrácia. Ugye ez olyan, mint a levegő. Ha elfogy a levegő, az ember elkezd kapkodni utána, és hirtelen nagyon fontos lesz. Mi az elmúlt években jobbikos politikusként is megtapasztaltuk azt, mit jelent az, amikor elveszik tőlünk azokat a jogokat, azokat a lehetőségeket, amelyeket egy fejlett demokratikus társadalommal mindenki élvezhet. Szólnának akkor is, hogyha a DK-t érte volna hasonló méltatlanság? Egészen biztos lehet benne. Nem egyszer egyébként ki is álltunk akkor, amikor a Fidesz megpróbált ellenzéki politikusokat ellehetetleníteni, vagy éppen igazságtalan döntéseket hozott ellenzéki pártokkal szemben. Hát tudja, azért az egy furcsa élmény nekem, nem tudom, a kedves nézők, mit gondolnak el, hogy egy jobbikos politikus, a Jobbik frakció vezetője beszél demokráciáról, demokrácia érzésről és demokrácia élményről. Megértem. Önnek még nem furcsa? Megértem, hogy furcsa önnek, és ezért mondtam azt, hogy őszintén szeretnék beszélni arról, hogy szerintem nem csak mi jobbikosok, de az egész magyar társadalom pont azért, mert most nagyon durván elkezdték korlátozni a demokráciát, és elindult egy diktatúra kiépítése, az egész magyar társadalom megtapasztalta a saját bőrén azt, hogy mit jelent a demokratikus intézményrendszer védelme. És a hatalomra jutnak, nem jutnak eszükbe a régi reflexek? Biztos mindaz, vagyok. Amit korábban hirdettek? Biztos vagyok benne, hogy nem. Ha megnézi, hogy mikor indítottuk el a történelmi helyzetben, milyen történelmi körülmények között a Jobbik néppártosodási folyamatát, a világ pont az ellenkező irányba mozdult. Az egész európai politikai környezet radikalizálódott, megjelent a migráció, mi pedig elkezdtünk arról beszélni, hogy egy fejlett néppártot, egy modern, élhető országot szeretnék kiépíteni. De nem azért, kiépíteni. Mert a Fidesz megjelent ezen a radikális oldalon? Nem pontosan meg. A migráció kapcsán? Nem jelent meg. A Fidesz jóval megelőztük. Hát egy évvel a Fidesz előtt már javasoltuk a kerítését. De hát azért mondom, és egyszer csak ott felsorakozott a Fidesz, tehát ott elfogyott a levegő. Nem fogyott el a levegő, Rónai úr. Mi arról a területről magunk jöttünk ki, és kezdtünk elkezdeni gyakorlatilag egy ilyen néppárti folyamatot, és nyitni minden társadalmi réteg felé, és tudja miért? Azért, mert hogyha a modern 21. századi Magyarországot akarjuk megépíteni, és ez nem csak politikai szólam, gondoljon bele, a sharing economy korát éljük, egy együttműködésen alapuló kooperatív gazdasági modelleket látunk szárba szökkenni szerte a világon, a hasonló állam lesz a jövőben sikeres, nem pedig a politikai szekértáborokra épülő gyűlölet politikát. Ezért még sokat kell tenni, gondolok arra, hogy például az Egységes Magyarország izraelita hitközség vezetője Köves Lomó ismét visszautasította a hanukai üzenetet, amit Vona Gábortól kapott, mondván, hogy nem lesz kutyából szalonna, tehát a Jobbik az, ami, vagy még ott vannak az emlékek, hogy mi a Jobbik.
Tehát ezért még sokat kell tenniük, hogy ez hiteles Köves legyen. Lomóról azért tudni lehet, hogy Orbán Viktorék nagy barátja, a Fideszhez bekötött szervezetről van szó. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hasonló visszautasítás... Hát akkor minek kötözgetnek neki Hanuka üzenetet? Hadd mondjam el, hogy szerintem egy ilyen hasonló visszautasítás mindig a visszautasítót minősíti. Ha belegondol, mi egy megbékélésre törekvő néppárt vagyunk, mi túlléptünk történelmi traumákon, sérelmeken, és hogyha most ezt a politikát szeretnénk folytatni, akkor hogyha a saját vallására tekint Köves Lomó, neki is békejobbot kellene nyújtania, de ő nem ezt teszi, hanem politikai célokból alárendeli magát a Fidesz érdekeinek, és politikai ügyet kovácsol egy... Hát, most megtámadta tulajdonképpen Köves Lomót, miközben békejobbot nyújt neki. Tehát nem, azért ezek furcsa helyzetek. Nem, én arra reagáltam, hogy ő miért támadott meg minket, és szerintem ez ő egy csak különbség. Értetlenkedik a hirtelen jött változásokon. Minősíti minket nagyon csúnyán. Fáklyás menet. Hány órakor honnan indulnak? 5 órakor a Fidesz Lendvai utcai székházánál fogunk tüntetni. Akkor nem indulnak, hanem ott vannak. Nem fáklyás menet, hanem fáklyatartás. Ott leszünk, igen. A részleteket természetesen még az elkövetkezendő napokban. Ahhoz mit szól, hogy az LMP és a Momentum csatlakozik önökhöz? Nagyon örülök neki. És elmondom azt is önnek, hogy miért. Mert hogyha megnézi, politikai szekértáborokra építették a szocialisták is a saját kormányzásukat, és ugyanezt teszi még durvább módon a szocialistáknál a Fidesz is. A Magyarországon nem tudnak leülni például egy kórházigazgatóval azért, mert ő mondjuk fideszes vagy, mert ő szocialista. És két értelmiségi nem tud a saját szekértáborán felülemelkedve elbeszélgetni egymással, akkor ebből soha nem lesz egy sikeres élhető ország. Mi kijöttünk a lövészárokból, nem is akarunk visszamenni, felülemelkedtünk ezeken az ideológiai különbségeken, és elkezdődött egy értelmes párbeszéd. Péntek este akkor meglátjuk, hogy még hány párt vagy hány szervezet csatlakozva önökhöz. Fáklyás tüntetés a Lendvai utcán, a Fidesz székháznál. Ez az, amit egyelőre biztosan lehet tudni, az összes többit meg majd a jövő megmutatja. Köszönöm. Én is köszönöm önnek a meghívást.